A Phoenix Coyotes csapatával játszó Shane Doan élete nagy részét a jégen töltötte, lelkesen és elszántan, és kimagasló eredményekkel. Akármit teszek, a lehető legkeményebben oda szánom magam. Legyen szó hokizásról, blokkolásról vagy a korong vezetéséről. Isten úgy teremtett meg, hogy tele vagyok szenvedéllyel és intenzitással, és nagyon szeretem a hokit. Egy olyan sportban, ahol meghatározó a sebesség és az irányváltás, Shane a stabilitás jelképe. Nem csak a Coyotes legjobb játékosa, hanem egyben oszlopa is. A karrierje tele van kiugró eredményekkel, azonban nem ez, hanem a vezetésre való képessége tette őt valóban híressé. Tudom, hogy mikor kell a csapattársaimat egy kicsit keményebben lögdösni, hogy jobban oda tegyék magukat. Minden hokijátékos büszke, amikor ezt teheti, és én is az vagyok. Ugyanakkor én ezt egyfajta szolgálatból is teszem. Shane-t az NHL szakértői beválasztották minden idők 10 legjobb csapatkapitánya közé. Amikor meglátod a mezeden a C-t, azaz a csapatkapitány jelét, mire kötelez ez téged? Nagyra becsülöm és tisztelem azokat a játékosokat, akik előttem viselték ezt a mezt. A hokiban nagyon fontos a hagyomány, és a C betű ennek a meghatározó eleme. Számomra azt jelenti, hogy a maximumot nyújtsam, és olyan ember legyek, akire mindig számíthatnak a többiek. Shane mind a 17 szezonját ugyanabban a csapatban játszotta le. Egy szezont Winnipegben, majd az összes többit Phoenixben, miután a csapat átköltözött oda. Nagyon ritka a hokiban az ehhez hasonló hűség. Jelenleg második az NHL örök ranglistáján. Pályafutása során az All-Star kapitány hírnevét a gólerősségének, odaszántságának és vezetői képességeinek köszönheti. Ez olyasmi, amit nem veszek félváról. Nagyra értékelem. Nem sok embernek adódik ilyen lehetőség, és én a lehető legtöbbet ki akarom hozni belőle. Amit sikerült is megvalósítania, a munkához való hozzáállását az egész ligában tisztelik. Ezt akkor tanulta meg, amikor a szüleit figyelte, akik egy keresztény ifjúsági tábort vezettek Kanadában. Apámnak volt egy mondása, aki élvezi a kemény munkát, annak minden nap felüdülés lesz. Én is e szerint élek, mert édesapám kisgyerekként nagyon belém nevelte, hogy mindent, amit teszünk, Isten dicsőségére tegyük. Ez segített sokkal alaposabban megérteni a Bibliát és az igazságot. Shane-t gyakran látni jótékonysági rendezvényeken Phoenixben. Tavaly elnyerte az NHL legkiemelkedőbb vezetőjének járó díjat. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az, amit leginkább tisztelsz abban, ahogy Jézus az életedet vezette? Jézus maga a teljesség. Nem sajnálta az időt, hogy megmossa a tanítványok lábait az utolsó vacsorán. Ez a cselekedete teljesen szemben áll mindazzal, amire az emberek tanítanak, hogyha vezetők akarunk lenni, és másokat magunk mögé állítani, akkor harciasnak is kell lennünk. Isten azonban szolgai formában jött el a földre. Ez nagy példa arra, mennyire szeret minket. Az emberek ezért akarják őt követni, mert ilyen egy igazi vezető. Shane a jégen és azon kívül is szerényen viselkedik. A remek jobbkezes játékos kitartott csapata mellett 3 bizonytalan szezon után is, amikor a csapat új tulajdonost keresett. Eközben több nagy összegű szerződést is visszautasított, csak hogy csapatával maradhasson. Az elvárások és jogosultságok az a két dolog, amivel szerintem az emberek többségének problémája van. Ha azt hiszük, hogy kijár nekünk a tisztelet valaki részéről, akkor nagyon sokszor mérgesek leszünk. Csökkentsük az elvárásainkat, és értsük meg, hogy nem érdemlünk meg semmit, mert már mindent megkaptunk. A kétszeres All-Star játékost és kanadai bajnokot nem olyan dolgok érdeklik, amiben a legtöbben a dicsőséget látják. Shane olyan értékeket keres, amik messze túlmutatnak a hokin. Isten hatalmasabb, mint a körülményeink. Ő törődik velünk, és igazán szeret minket. Ahogy Isten törődik velünk, az fantasztikus dolog a számomra. Ő már rendelkezik mindazzal az áldással, amire nekem szükségem van. Ha én ezt elfogadom, békesség tölti el a lelkemet, és tudom, hogy Isten velem van. Shane Doan a kapitány, aki mindig pontosan lő, nem felejti el, hogy mi is az igazi gól. Minden ember keresi az igazságot. Isten azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Keressük az igazságot. Ha ezt mások is látják, követni fognak minket, mert az emberek akarják az igazságot. Ezt Jézusban lehet megtalálni.